nagyon érdekes, ugye, nem tudom, hol vannak a tagjai. Itt kértessék a Jézus Krisztus, hogy honnan jöttek? Tomázról! És hogy Ildikó? Természetesen az elmúlt események kapcsán gyakorlatilag gondolom, hogy ennek is kell lennie. Illetve hát meg olyan kapcsolat, hogy ebben a székegyesztéret kezdődik. Nátszegyet, a nátszegyet. Akkor ennek igazi szarádok. Így van, lehet azt mondani. Számos ábrázolása van, királynőként, tehát a nemzetnek királynő. Köszönöm szépen. Kérem. Csak nem úgy működik, hogy bedobodik az imádságodat ki az eredményben, hogy az imának van hatása, ezt én megtapasztaltam, ezt én tudom. Nekem Tamás a nevem, nekem meg kellett tapasztalni. Én tudom, hogy ez működik. Az imént azt mondta az egyik zarándok, hogy a szeretett szót mennyire elcsépelték. Hát én ezt nézem, csépeljük meg a sokkalom az jó szokáig. Persze nem csak szavakkal, hanem tettekkel is. Nagyvirtóságú érsek úr, kedves zarándok testvérek! Idei pünkös szombati zarándoklatunk legfontosabb eseményén, itt a két Somlyóhegy közötti nyeregben, szentmisénk elején, az Erdély Ferences rendtartomány nevében szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a Székelyföldről, a Csángó vidékekről, Erdély különböző részeiről, a határokon túlról ma ide Csíksomlyóra elzarándokoltatok. Hasonló szeretettel gondolunk azokra, akik a Duna Televízió és a Mária Rádió segítségével kapcsolódnak be ünnepi hálaadásunkban. És azokra is, akik a magyarországi pilisszántói boldogasszony kápolnánál éppen ezekben a pillanatokban kezdik azt a szentmisét, amely hitünkben, szűzanyánk iránti tiszteletünkben és nemzetünk iránti szeretetünkben összekapcsol bennünket. Nem szó. Nem szó. Föl, Omász, Tata. Fülek, Rimaszombat, Szlovákiából. Ko. Kost. Sió, Agát, Agárt, Bátaszék, Kispest. Kistarcsa, Piliscsév, Gyömrő, Szögyén, Szolnok, Békés Csaba, Tököl, Budaörs, Pest-Szentlőrinai. A szent misét értetek, mutatom be, akik itt jelen vagytok, és gondoljatok szeretteitekre otthon, őket is a szűzanya kegyelmébe, szeretetébe ajánljuk. Most a szent mise elején kértek meg, hogy elhunyt Rácz Sándor,
az 1956-os Nagy Budapesti Központi Munkástanács elnöke, a Magyarok Világszövetsége tiszteletbeli elnöke. Történelmi jelentőségű közéleti szerepvállalása és emberi nagysága, hajlíthatatlanul egyenes jelleme, a történelmi igazságtételét folytatott életküzdelme áldozata jogán a nemzet halottja. Megemlékezünk a Szent Misében testvéreket, hiszen Pilis Szántó és Gyimes Felsőlok testvértelepülés, és a romániai forradalom után a legelső vendégeink voltak a Szőnyi József és utána nagyon sokan jöttek Gyimes Felsőlokot meglátogatni, megszerették, és együtt imádkozunk most a Gyimes Felsőloki hívekkel, akik eljöttek ide a búcsúra. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szentikait. Ősi kincse a magyar népnek a Mária tisztelet. És talán bizonyosra mondhatjuk, hogy az összes nemzetek közül a legjobban a magyar nép tisztelte a boldogságos Szűz Máriát, ősi kincsünk. Hiszen, ha emlegetjük a következő településeket, Mária Búcs, Mátra Verebés Szent, Mária Remeke, Makkos Mária, Mária Besenyő, Mária Gyűr, Vasvár, Sümeg, Bodaj, Andocs, Kiszter, Búcsú Szent László, Győr, stb. Oda tehet. Ha most a határon túlra gondolunk, akkor Csíksomlyó jut eszünkbe, ahol buzgón tiszteli népünk most is a boldogságos Szűz Máriát, mert Mária népe vagyunk. Szent Gellért püspök, aki Szent István király udvarába érkezett, egyedülálló tényként írja le Krisztus anyjának tulajdonnevét a magyarok nemzetségében, tehát kereszt nevén, nem említik, hanem csak királyi asszonynak hívják. Ugyancsak Szent István tette a szűzanya neve elé legis legelőször a szeplőtelen jelzőt az egyház történelmében. Számos ábrázolás a magyar szent koronával ábrázolja a szűzanyát, és ha nézzük az irodalmat, a művészetet, mennyi gyönyörű magyar ének szól a szűzanyáról, és a magyar nyelvemlék között ott van az Ó Magyar Mária síralom, amikor nemzetünk együtt érzett a fiát sirató keresztövében álló szűzanyával, hogy Szentország legyen. És nagyon sokan történelmi nagyjaink igyekeztek Szentországba tenni. Hát, szenteljük meg mi is ezen a mai ünnepen. És ha rátekintünk a szűzanyára, akkor a legszebb ábrázolásaiban mindig benne van a gyermek a karján, Istennek a fia. Ő hozta nekünk a karácsony szépségét, örömét, békéjét. És karácsonykor minden család úgy érzi, hogy jobbak tudunk lenni.
rá tudunk mosolyogni olyan embertársunkra is, akit esetleg nem vettünk észre addig. Hol jártál? Mondom, betegeket látogattam meg. És hát oda te miért mész? Hát mondom, azért, hogy megvigasztaljam őket. Azt mondja, na azt nagyon jól teszed, na szia, és menj tovább, annak édes anyatársa lesz. Mert vele együtt mondja, hogy az Úr szolgálója vagyok. Teljesedjenek be hát rajtam szavai. Sokszor nagy a panasz, testvéreim, hogy fogy a papság. Vannak egyházközségek, hogy pap nélkül maradnak. Egy-egy kedves édesanyja tudatosítja én magába, hogy hát, ha majd az ő kis fiát hívja el a Jóisten az oltár szolgálatára, hogy ennek a népnek legyenek papjai, legyenek, akik Isten felé vezetik, és legyenek, akik a szent áldozatot bemutatják. Nyáron szűrös, télen subás. Mikor jött az első fia, szólt, legyen az Isten fia, első bárány, édes párom. Hát legyen pap, én nem bárom. Második jött szőkehajjal. Ájtatos volt, mint egy angyal. Mikor játszott, misét játszott, hogy pap lesz, előre látszott. A harmadik jó tanuló. Labda helyett könyvet bújó. No, parasztnak nem született. Mikor megnőtt, ez is pap lett. Mikor meghalt Pajzs Anna, hét fiatal pap siratta. S heten mondtak misét érte, fel is jutott a mennyébe. Hogy a boldogságos Szép Szűz Máriának édesanyja társa vagy. Mert gyermeket hoztál a világra, Isten akarata szerint vele együtt mondtad, az Úr szolgálója vagyok, teljesedjenek be hát rajtam szavai. Máriával mondtad együtt. És fölnevelted gyermekedet hitben, szeretetben. És hadd mondjak el egy történetet, Erdélyben történt meg, egészen közel a mi településünkhöz. Egy édesanya elhatározta, hogy nem vállalja a gyermeket. A saját édesanyjától segítséget kapott, és szaladt oda, hogy azt a kislányt simogassa. Azt a kislányt ölelgesse magához, cirógassa. Úgy, ahogy az asszonyok szokták egymásnak a kisgyermekét szeretgetni. Azzal a történettel, amikor a szűzanya Fatimában három gyermeket választott ki bizalmasának. Luciát, Ferencet és Jácintát. A gyermekeket vádolták, hogy hazudnak, ámulatba akarják ejteni a hallgatóságukat, fel akarnak tűnni ilyen mesékkel, és a három kisgyermek arra kérte a szűzanyát, drága szűzanya, tegyél egy csodát, amit mindenki látni fog, hogy ne tartsanak minket hazudoknak. És a szűzanya megígérte nekik, hogy október 13-án csodát tesz. Hát 70-75 ezer ember volt ott azon a nagy mezőn, várták a csodát. Mindannyian tudunk róla. A nap táncolt Fatima egén, háromszor is megismételte. És amikor az emberek látták, mintha rájuk zuhanna a nap, mindenki kiáltozott, bánta a bűneit, Istenem hiszek, kiáltották,
ma a hitévében mi is elkiáltatnak. Prédikáció után elmondjuk a hiszek egyet. Mondjuk jó hangosan. Mindenki szívéből mondja, hogy Istenem, hiszek. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában. És amikor vége lett a napcsodának, a szűzanya, mint egy kedves jó háziasszony, aki lelket visz a családba. Mert azok a jó asszonyok viszik a lelket a családba, és tartják össze a családot. Befejezésül a csodának a befejezésére mindenkin a ruha teljesen megszáradt, és nem csak, hogy megszáradt, hanem olyan illata volt a ruhának, mintha kivasalták volna. És ezt 70 ezer emberrel tette meg a szűzanya. És azokkal is, akik betegágyba fekszenek, és talán a Mária rádiót hallgatják, és könnyes szemmel imádkozzák a rózsafüzért. Testvéreim, áldjon meg minket a szűzanya, és ígérjük meg neki, hogy szeretni fogjuk a gyermeket. Mert nagyon kedvesek. Csak úgy kell közeledni hozzájuk, mint Isten ajándékához. A boldogság lesz az vágya. Amen. És feltámadását és az örök életet. Amen. Istenem, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret, felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét.
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Azt mondja, hogy meg kéne festeni egy gyékébét. Hát mondom, én nem láttam ide való kápolnát.
Azt mondja, hozott én meg. Hozott én fejét, fekete évet maga lárítást. Arra gondoltam ezt a két testvér települést, mi köti össze? És Székely. Inkább ez a testvér település összekötődik, összejön. És nagy szeretettel festettem meg, és akkor a polgármesteri asszonynak, hogy Batalnak nagy szeretettel adom. Hát nagyon szépen köszönöm egyáltalán a megtiszteltetést, és tegnap este azon viccelődtem a Zsomborral, hogy amikor mi megérkeztünk tavaly este, vacsora, minden, és este fél tisztában megemlítette, ugye, hogy holnap lesz a kápolna avatás, és akkor majd kéne valami beszédet mondjál. Ezt így mit tudom én, úgy, hogy vízes kancsóba volt előttem a pálinka. És akkor nem tudom, ez olyan, mint ez a kép, mint hogyha az én szavaimat, amit akkor úgy összetöltöttem. A kettő között. Tehát, hogy egyrészt a két település barátsága, mintha ennek alapján is összefonódna, és mind a kettő egy kicsit kötődik a sajátjához is, meg egymáshoz. Tehát mind a kettőnek két tornya van, ugyanaz egyik fából, a másik kőből, ahogy az ottani embereknek a kenyeret a fa adja, vagy a fa adta, a fával dolgoznak, rengeteg fa van, a fa fűt melegít, tehát a fa nagyon sok mindenre összeköt. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a település nevében, és meg fogja kapni Thank you.
Aki étel titalt adott, annak erre legyen áldott. Amen. Im jól esett, háló Isten, annak is, akinek nincsen. Nem, mi fogok félmenni. Na most mindjárt megy! Tovább, szabadítod el a Katalin, és mehet. Józsi, és ide be is akarsz menni párkány? Keresd az odafunk valóban, tehát mutatja a Isten dicsőség szép helyet. Már ugye ezen megvan az első király koronázás, és ennek állított kint szent emléket. Krisztus a Szent Mária fogott volt, Pilátus Názáron megosta Krisztus, Viadom szekeret miért szépen fáradt, melyet elébe találta meg a szentelőket 320 május valamikán, és a keretény háznál elébe is még mindig ezeket meg csodálom. A magyar kormányzás esik kereszt, közel 2 kiló szivárra elvileg. Következő, Kopács József, aki veszélyi kisborúra szeszett a vérsek, Élek ünnepén. Külön köszönet a Szentlélek Egyesítő Erejének, hogy önök idejöttek ma az ország első fővárosában, Magyarország prímási székhelyében. És a rögye békében, szeretetben érjenek haza, minél hamarabb hozzánk vissza. Minden jó, további Thank you.
volt a koponyába, aki azt is kitalol. Igen. Nézi ezt a táját, azért nem tud betelni vele, de csak azért, mert a padon ül. Thank you.
nem volt ott doruk, vagy voltak.
akiktől egy nagyszerű ajándékot kaptunk, és szeretném ezt most bemutatni mindenkinek,
kihasználva azt, hogy ilyen szépen összejöttünk. Ez szeretném a polgármester úr, Timár Zsombor segítségét kérni, és Timár Károly grafikus úrnak a segítségét kérni, aki elkövette a mesterművet. Legyetek szívesek, kicsomagolni és megmutatni. Amit látható, a képen a két kápolna van, a Gyimes felsőrogi Szent Benedek kápolna, aminek az avatásán tavaly részt vettünk, mi pilisszántóiak, jó sokan, és a másik pedig a Boldogasszony kápolnánk itt Pilisszánton. És egy székely kapu köti össze a kettőt. Amikor megláttam ezt a képet, amit ajándékba hoztak, akkor azt mondtam, hogy hát körülbelül az én szavaimat foglalták képbe. Tavaly, mikor megérkeztünk, akkor polgármester úr elkövette azt ellenem, hogy érkezés után, a vacsoránál megfogom a kancsot, hogy töltök magamnak, azt mondják, hogy hoppá, vigyázz, mert az nem víz, pálinka van benne. Hát jó, pálinkáztunk, és este fél tíz körül, egész napos utazás után azt mondja nekem, hogy jó, akkor holnap találkozunk a misén, az avatáson, ugye a kápolnánál, légy szíves, akkor valamilyen beszéddel készülni. Hát, és akkor a beszéd az lett végül is, hogy méltattam a két település barátságát, és pont ezt az összehasonlítást tettem, hogy mennyi hasonlóságot mutat a két kápolna, mind a kettőnek két tornya van, mind a kettő jó indulatból, társadalmi munkából, sok-sok munkával, az emberek szeretetéből épült, és hogy mind a két helyen azt az anyagot használták föl, amivel az emberek rengeteget dolgoztak, ugye ott Erdélyben a rengeteg fa, itt pedig Pilisszántón a mészkőből, ami az embereknek a kenyeret adta. Már csak úgy tudtuk szűkíteni a létszám, hogy nagyon egy nagy húsz, de na jó, akkor még egy kis húsz. És így lettünk hatvanan, és pazarul vendégül lettünk látva, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy szerettük volna ezt visszahozni. Hogy akkor ezt most mindenki láthassa. A boldog asszony van a magyar zászlón. Szeretnénk, hogyha akkor ez is jelképezné a kettő barátságát. Én úgy gondolom, hogy most polgármester asszony visszavágott ezzel azért, hogy én ott felkértem Gyimesfelsőrokon az önökre patakán, hogy szóljon néhány szót. Hát most kénytelen vagyok én is egy néhány szót szólni önökhöz, viszont csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük szépen, hogy Pilisszántó leereszkedett Gyimesfelsőrok szintjére, és felkarolt úgymond bennünket, hiszen ahogy elnézem Pilisszántót, úgy gondolom, hogy van némi különbség a két település között. És úgy gondolom, hogy mi gyimesfelsőrokiak nagy testvérként tekinthetünk Pilisszántóra. Tehát mi vagyunk a kis testvér, és Pilisszántó a nagy testvér. Úgyhogy köszönjük szépen, Pilisszántó Gyimesfelsőrokra jött, és itt van mellettem az az ember, aki Szőnyi József, mikor hozta a Pilisszántó szeretetét és ajándékát, most derült ki az, hogy ők eddig nem is voltak egymással kapcsolatban. Itt tudódott ki az, hogy Timár Károly volt az grafikus művészünk, aki a ifáról leadott ajándékot próbálta szétosztani azoknak az embereknek, akik tényleg abban az időben rászorultak arra, hogy kapjanak egy pulóvert, vagy kapjanak egy akármilyen ruhaneműt. A barátságot és a kapcsolatot.